orosz gyógyító tudások és technológiák. Most már egy ideje folyik ez a sorozatunk, és bizony fejet kell hajtanunk az a tudás előtt, amit most mi próbálunk megismerni, ha nem is teljes egészében, és hogy erről beszélgethetünk, azt pedig köszönjük Kádeák Árpádnak, aki én nem is tudom, hogy tudja így fejben rendszerezni ezt a hatalmas mennyiségű Kolcovlap tudást, és emellett azt, amit az orosz tudósok mellé tesznek. De hát eljutottunk odáig, hogy a Kolcovlapok gyűjtemény sorozatából tudunk megismerkedni az első adaggal. Tulajdonképpen hány ilyen lap van? A gyűjtemény sorozatnak mostanáig 29 lapja van. Ezt a sorozatot múlt év elején kezdte el Kolcov kiadni. Ez arról szól, hogy általában célzott problémákat old meg. Tehát nagyon sok olyan információcsomagokat összegyűjtött, amik egy témakörre nagyjából megoldást hoznak. Ezen kívül van egy-kettő érdekes témakör is, ami szerintem nagyon sok mindenkit meg tud érinteni. Elkezdeném akkor. Első eszköz, ez az egészséges fogak. Erre külön a témakörre, tehát a szájnak a betegsége és azon kívül a fogak betegségére Kolcov csinált egy lapot, ez körülbelül másfél éve jött ki. Nagyon érdekes, mert az első periódusban megismerkedtem egy olasszal, aki egy óriási mennyiséget az őt körülvevő olasz orvosoknak, fogorvosoknak elvitt. Mert az volt a tapasztalata, hogy jó? Mert az volt az elején már egy pár hetes tapasztalat után, hogy ennek óriási jó hatása van. Tehát a hatás többek között abban mutatkozott meg, hogy a pácienseket azzal a vízzel itatták, meg azzal öblögettek, tehát szoktunk a fogorvosnál öblögetni, és észrevették, hogy a komplikációk 60-70%-kal lecsökkentek. Uh-huh. Tehát ez akár implantációnál, tehát akár protézis csinálásnál. Na most ez a lap azon kívül nagyon sok más egyéb dolgot is átölel. Ezek a dolgok például a csontszövetekkel való problémák, akkor a fertőződési veszélyek, a fogak körül az íny, meg azoknak környékének a gyulladásai, akkor állkapocs sziszták például. Tehát ez egy nagyjából akkora a pH értéke a számnak, a szájnak, tehát a savasság, dugosság ideális beállítottsága, mert utána kezdődhet más egyéb fertőzés is a szájban, hogy ez nem megfelelő általában. Ez az eszköz, ez erre való, általában többféle módszerbe lehet használni, majd utána, hogyha esetleg érdeklik, tudunk beszélni róla. Látom, hogy ez a többségében egy barna kiadást jelent, viszont van benne, és következik most két lila. Igen. Következő témánk, ami nagyon érdekes, ez az eszköz, ez a magas vérnyomásnak alapja. Tehát külön ezt a témakört is ő átölelte, csinált egy olyan eszközt, mert ezt a témakört azért más eszközökkel azért meg tudtuk érintgetni már, de az eddigi tudásának ez a legmagasabb eszköze, amelyik ezt a funkciót tudja. Na most ez segít abban, hogy a magas vérnyomás az beálljon a szervezetbe energiainformációkkal, tehát úgy kalibrálja a szerveket, olyan információkkal küldi meg, amik után szép lassan visszaállítgatják saját magukat. Ezen kívül ez segít abban, hogy a vér keringésen is belül is egyes ponton, például a plakkok, amik lerakódtak, azok el tudjanak tűnni. Összefügg a veseműködés is, ebbe is egy kicsit belenyúl, a hormonrendszerbe is, kardioérrendszeri problémákba is, mert ez általában ezek a témák mind összefüggenek. Tehát nagyon nagy segítség ez az egyéb olyan problémák esetén is, amiknek az egyik alapja a magas vérnyomás. Tehát ezt édesapám használja két éve körülbelül, azóta eltűnt a magas vérnyomása. Tehát az elmúlt másfél évben körülbelül nem tudtunk detektálni olyat, hogy nála. Tehát magas volt. Jó, következő. Következő az alacsony vérnyomás. Tehát ez körülbelül ugyanez. Mondják, hogy az néha veszélyesebb. Igen, lehet veszélyes, mert ezt ájulással is el lehet. Tehát ugyanúgy egy ájulás is bekövetkezhet. Tehát itt az a probléma, hogy nem nyom elég vért,
a szív, és utána persze ugyancsak problémákat. Tehát ezt is valaki, hogyha megéli, jó, ez ritkább általában, de ez is egy probléma, mind a magas vérnyomás nálunk. Tehát előfordulnak problémák vele, tehát ezekre is alternatív megoldásként ezt nagyon tudom ajánlani, szuperul működik. Esetleg azért most a harmadikon túl vagyunk, hogy mégis kolcovúrról egy mondatban, mert aki most látja először, nem is érti, hogy miért mutogatunk mi itt lapokat. Kolcov úr, ő egy tudós, aki most már több mint 20 éve foglalkozik ilyesmi eszközökkel. Az első műsorunkban beszéltünk arról, hogy ezek hogy működnek, miért lettek megalkotva, és mi a bizonyíték az, hogy működnek. Tulajdonképpen egy energiahordozó. Ez egy információkat szóró eszköz, amire nagyon sok fajta információ rögzítve van. És az az információ, azt ő úgy szórja, mint egy rádióadó. Tehát ő talált egy olyan csatornát, amit fölhasznál, ami itt van körülöttünk, ez egy eternál csatorna, ami energia, és ezt az információkat szétszórja. Na most ezekkel az eszközökkel mi általában vizet kezelünk, és vízbe visszük bele ezt az információt, vagy a testünkre ráhelyezvént a problémás pontokon, ott azt a területet megszórja olyan információval, ami után ezt a sejtünk meg a vérkeringésünkbe levő víz fölveszi, és ezt tovább viszi. És ezáltal utána a szervezetünk elkezd talán visszakalibrálódni. Tehát ez egy új tudás, amelyik... Jó. Én ezt csak azért gondoltam, hogy aki most nézi, ő is tudja, hogy miket rejtenek ezek a lapok. Mehetünk tovább. Következő eszköz. Ez egy nagyon fontos eszköz, ezt beregínyának hívják. Ez az eszköz, ez nőknél a legtöbb nőgyógyászati problémáknak a megoldója. Például kismedencei gyulladások, petevezedék, vezeték eltömődés, vetélés, meddőségi problémákba be tud segíteni, akkor még nyakerózió, petefészek ciszták, tehát hüvei polipuk, metritis. Tehát itt nagyon sok olyan témakör le van írva, amiben ez a dolog tud segíteni. Sajnos vannak olyan problémák, aminek nagyon nehéz megoldási opciói vannak gyógyászatilag. Ez egy szuper eszköz. Ezen felül a menopauzás is, a menopauzális és a posztmenopauzás problémáknál is, tehát a kétköznapokat könnyen elviselhetővé teszi a nőknél. Következő eszközünk az egy olyan lap, amit úgy hívnak, hogy mamma. Na most a mamma az nem a mama, az egy kicsit más, az a női mell és annak a problémái. Ez ugyancsak nőknek való lap. Első kézből ezt főleg onkológia problémákra, női mellnek a onkológia problémáira tervezte Kolcov, de ezen kívül nagyon sok más egyéb olyan funkciót, ami a mellnek a funkciója, ez elősegít és működésre bírja, vagy korrigálja esetleg. Itt elég sok minden van, tehát például anyáknál anyatejnek a minőségét, mennyiségét elősegíti, akkor segít a tejkeringésbe az anyamellben például, akkor amikor patológiák vannak persze, akkor abba segít, hogy azok ne alakuljanak ki, vagy hogyha kialakultak, akkor segít abba, hogy ez minél hamarabb eltűnjön. Ezzel érdemes használni másik lapot is, másik kettő lapot, amelyik egy komplett kúrát megcsinál ilyen esetén, hogyha ilyesmi jellegű probléma van. Tehát az egyes, kettes lapos fordult fontos lenne, meg az olgél lap. Tehát erről majd fogok beszélni. Azt hiszem, hogy amikről most beszélünk, ezek tényleg mind olyan mindennapjainkban rendkívül fontos problémák, amiknél hát örülünk, hogyha nem tablettákkal vagy kemikáliák beszedésével kell megoldanunk. Igen, én mindig azt mondtam, hogy nagyon sok probléma után, nem, tehát hogyha valaki ezeket, ahogy Glória mondta, tabletták és egyéb más gyógyászati megoldásokat nem szeretnék, mert nagyon sokszor ezeknek melléhatásaik vannak. Igazán nem sok olyan dolgot ismerek, ami ilyen témaköröket meg tudna érinteni. Tehát ez egy olyan eszköz, amelyik működnek, erre több bizonyíték, tehát most már nagyon sok felhasználó van, tehát közel 4 millió felhasználó van a világban. Tehát idáig nem volt olyan eset, amiben
az én tudásommal hallottam volna, hogy valakinek nem segített volna valamennyire. Most, hogy mennyire fog segíteni, ezt nem tudom senkinek megmondani, de az, hogy pozitív irányba el fog indulni valami, tehát lesz egy pozitív olyan. Tehát se a gyorsaságát, hogy milyen gyorsan fog hatni, ezt nem lehet, ez talán személyfüggő. Igen. Minden esetben fontos az, hogy konzultáljunk, tehát egy ingyenes konzultációt tudok a felhasználóknak adni arra, hogy az ő típusú problémájuknál milyen eszközöket kellene felhasználni, és milyen módon. Most utána persze az utánkövetésben is itt vagyok, tehát szeretném tudni azt, hogy mi történt, és ugyanezeket visszajelezzék nekem a későbbiekben is, hogy tudjunk úgy haladni, hogy tényleg az a cél az teljesüljön, amit én önöknek megígértem. Jó, következő eszköz, az az Olgír. Ez egy nagyon híres lap. Tehát a rákos megbetegedések ellen csinálta Kolcov. Ennek egy nagyon erős információja van az összes típusú autoimmun betegségre. Általában, tehát például konkrét tényeim vannak. Személy, akinek volt tüdőrákja, az első fél órában, ahogy rátette magára a lapot és a vizet elkezdte inni, elkezdte érezni, hogy belülről melegszik a tüdő. Ő, amikor a második kemióját megkapta, az elsőnél még nem használta az Olgírt, az első után kellett neki 4 vagy 4,5 hónap felépülésig, és a második után 2 nap alatt felépült, úgyhogy nem volt mellékhatás. Na most, amikor ez a dolog kialakulóban van, vagy ha megvan, vagy utána, amikor már megtörtént a kezelést, tehát mind a három esetben, tehát prevencióként is hat, ez Kolcov egyik legerősebb lapja. Erről azt kell tudni még, hogy ezt a lapot 19 márciusától nem gyártják tovább. Mert sajnos valami történt, és ezért Oroszországban is nem gyárthatja tovább. Konkrétan erről azt tudom, hogy Moszkvában van egy sosze, egy sugárút, a Kasirszkojának hívják. Ott van egy onkológiai klinika, nagyon nagy, tehát a fővárosnak a legnagyobb onkológiája, és az elmúlt 2 évben sokat használták ezt a lapot ott. Tehát nem csak, tehát egy-két orvos is talán, meg páciensek saját maguknak. És elég sok olyan gyógyulás történt, amit nem tudtak megmagyarázni a kezelések által, hogy miért sikerült ez. És ez baj? Valamiért, vagy legalábbis nem kívánatos az? Valamiért ezt be kellett tiltania. Nem is betiltani, azt mondom, hogy Kolcov megállította márciustól. Tehát ez az eszköz most már egyre nehezebben beszerezhető. Uh-huh. De ez tényleg egy olyan dolog, az autoimmun betegségekre ezen felül ugyancsak, tehát mert a rák is egy ilyen, meg az onkológiai betegségek is ezekből alakulnak ki. Következő eszköz az a Phoenix. A Phoenixnek ugyancsak egy nagyon erős gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatása van. Ez a lap általában, amikor az 1-es, 2-es lap nem elég, mert annyira valami nagyon erős van a szervezetben, ez tud segíteni abban, hogy annak a következő lépcsőjét, a teljesen magas szintjét azt eltávolítsa valamilyen szinten a szervezetből. Ez is bizonyos dolgokra, tehát mindenre nem. Kolcov tudása szerint nagyon sok mindenre, tehát én, hogyha azt mondom, hogy mindenre, a minden az nem azt jelenti, hogy minden. Tehát minden az ő tudása szerint, tehát az opció mindig benne van az, hogy pont az az egy nem. De akkor is ez egy lehetőség, tehát alternatív nincsen arra, hogy ezt csináljuk alternatív módszerre, hogy megadjuk azt a lehetőséget, hogy eltüntessük. Ez azon kívül segít még abban, hogy a bőrön levő összes sérülés, tehát beletartozik akár a leégés, vagy a megégés, vagy a fertőződés a bőrön, tehát a bőrnek gyulladások, a gyulladás, akkor sebek esetleg, akkor műtéteknek a nyomai, tetoválás, piercing, tehát ilyesmikben óriási nagyot tud segíteni, hogy ezek eltűnjenek, fekélyes jellegű, mikrocirkulális. Tehát ezekbe a témakörökbe ez egy nagy segítség a Phoenix lap. Azon kívül van neki szellemi síkú tulajdonsága is, tehát az 5-6-7-es csakrákat, azokat harmonizálja, hogy azok jól működjenek.
továbbá meghoz az embernek egy ilyen belső harmóniát, ami által megtaláljuk a kudarcok okait esetleg az életünkben, amik történtek, és segít abban, hogy ezt föl tudjuk dolgozni, és utána tovább tudjunk lépni egy kapcsolatra azokkal a személyekkel, akikkel esetleg ezek a kudarcok megtörténtek. Tehát, hogy a következő lépcsőt meg tudjuk ennek a fejében lépni, amivel ezt el tudjuk felejteni, ezt a témát. Vannak még érdekes témánk. Mai napra van egy Velikorecki lap, ez is múlt tavasszal jött ki. Ez egy szuper témakör. Ez is egy ilyen általános immunitás növelő, sótartalomnak is beállítója a szervezetben, ásványi anyagoknak, tehát a felszívódását elősegíti, hogy jobban bekerüljön a szervezetünkbe. Hatással van a szív- és érrendszerre, tehát szívrohamok, tehát prevencióra, szívrohamok elé, meg szíves mindenféle, ami vérrendszerrel összefüggő problémánál, ez megint csak egy nagy segítség. Segít a méregtelenítésben, test oxigén szintjét megemeli, segít izomtömegnek a megnövekedésében. Azon kívül a látásban is van egy opciója, ez főleg az okulomotoros sérüléseknél. Ez egy nagyon erős lap, ami együtt működik, tehát lehet turboként használni bizonyos lapokhoz, amik az előző sorozatokból vannak. Témaköre ezekre való, amit megemlítettem most. Rendkívül érdekes, amikről most beszélgetünk, mert ezek olyanok, hogy nap mint nap találkozunk velük. Igen. Úgy gondolom, hogy itt, tehát ebbe a témakörbe azért kell tudni a gyűjtemény sorozatnak, tehát beszéltünk az előző sorozatok lapjairól. Kivétel az elég sorozat, az alap, tehát az exkluzív sorozatnak és az 1-től 24-ig sorozatnak ilyen 5 perc volt a víztöltési ideje. Na most ezeknél a lapoknál már nem ritka a 20 perctől a 2 óra. Tehát az azt jelenti, hogy információ mennyiség ilyen 5-ször, 6-szor, 8-szor több van rajtuk. Tehát én azt mondom, van egy könyvtár, ami az oda megy a szervezet, az könyvtár önösztes információt beküldjük a szervezetbe, mert nem tudjuk, hogy kinek meg mi kell melyik könyv. És utána a szervezet kiveszi ebből a csomagból tehát azt, amire neki van olyan intelligens, hogy igen. Tudja, hogy neki mi kell belőle. Így van. És akkor ezt hogy képzeljük el, hogy erre a lapocskára rátesszük a poharat, és 20 25, igen. Vagy hát az adott tanácsolt időig rajta van a pohár víz. Igen, igen, igen. Tehát vízkezelése ezzel történik, hogy a folyadékot, ez lehet nem csak víz, tehát lehet bármilyen folyadék, mert abba ezt az információt ő ezt beleviszi, megadott idő szerint lapoktól függőleg. Uh-huh. A következő eszköz az a győztes. Ennek a nevében is benne van, ez nagyjából ezt az állapotot segíti elő. Itt főleg segít abban, hogy az intellektus és a szellemi erő az megnövekedjen, és ezek az érzelmi és az összetevők és az intellektus összetevők között a kölcsönhatás lehető legjobban föl legyen tárva. Meg ez a harmónia meg legyen közte. Amikor fizikai stressz van, akármilyen intenzitású, segít abban, hogy ezt könnyebben föl tudjuk dolgozni. Azt a pszichikai erőnket megemeli, tehát a pszichikai potenciált annál a pontnál. Tehát valaki általában, tehát ezt a lapot nagyon sokat használják személyek, vizsgáknál, versenyeknél, konfliktusoknál, akkor érzelmi mélypont pontokban, válsághelyzeteikben, amikor valaki mondjuk felszólal több száz vagy több ezer ember előtt, tehát van ilyen, és ilyenkor persze valakibe kicsit nem úgy jönnek a szavak, tehát jó, van egy ilyen pánik is néha a kamera előtt személyeknél, tehát előfordulhat, tehát ebben nagyon sokat segít. Most ami nagyon fontos, ez a vizsgák, versenyek általában, mert ez ott muszáj teljesíteni. Igen, tehát ott túl kell magunkat teljesen tolni azért, hogy a 100%-ot tudjuk nyitni, és minden stressz nélkül lehetőleg, hogy a stresszt lecsökkentse. Tehát ez az eszköz, ez főleg erre vonatkozik. Azon kívül ugyan csak még van egy-két szervi, tehát szív, érrendszer, légző szervi
ezen kívül az agyműködést megerősíti, tehát hogy fejben erősek legyünk abban a pontban, amikor mennünk kell oda. Itt ugyan elhangzik, hogy melyik lap mire jó, de mégis tőlünk a nézők konkrétan kérdeznek kérdéseket, hogyha nem úgy működik a májam, akkor arra van-e lap. Tehát tulajdonképpen még egy kicsit a felhasználásról egy mondatban. Felhasználásnál ezért fontos az, hogy konzultáljuk, mert annyi mennyiségű információ van, hogy ezt a saját magának valaki pontosan a kölcsönhatásokkal nagyon nehezen tudja. Tehát ezért vagyunk itt, hogy tudjunk önöknek segíteni. Volt ilyen kérdés is, hogy de hát mondta az úr, hogy ő nem itt él, hanem Oroszországban, hogy akkor ők mit csinálhatnak? Bármikor, amikor kapok egy hívást, hogyha nem is élek itthon, akkor visszahívom. Általában rögtön, vagy egy kicsit később időszakban, és ezt bármikor meg tudjuk beszélni. Tehát a modern technika ebben már igen, segít. Igen, ebben tud segíteni. Ezt üzenjük mindenkinek, akinek ez volt a nagy kérdése, hogy de hát, ha nincs itt az úr, akkor hogy magyaráz nekem meg bármit is. Hát ilyen egyszerűen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy akár a távolból is törődik nézőinkkel.